Jaj, épp rád vártam. Szia, szia. Szia. Mi a baj? Van valami dolgod? Volt, de már nincsen, úgyhogy a tiéd vagyok. Mint mindig. Mi is a neve ennek az isteni ételnek? Penne. Paradicsomos, bazsalikomos szósszal. Nagyon régen ettem ilyet utoljára. Szerintem senki sem tudott neked ilyet csinálni. Mint ez? Soha. Mindig csodálatosan főztél. Mindig szeretettel. Biztos ezért jó. Kocintunk? A múltra. A jelenre. Szép emlékeket idézett fel ez az étel. Emlékeket akarsz? Mutatok neked emlékeket. Miért? Várj csak! Mit keresel? Milyen finom ez a bor? Jó választás volt. Hát sokkal jobb. Ezt hát ez mi? Meg? Na kinyissuk, nézd csak. Mi ez? Nem igaz. De igaz. Emlékszel erre? Hát hogyne. Nézd, milyen fiatalok voltunk még itt. Emlékszel? Hű, ezt nézd meg. Igen. Ezt nézd csak. Jaj, de jó. Jaj, de édes. Hányszor is vertelek meg, vagy négyszer, de meg jól lesik. Látod, én ezt is megtartottam. Meghallom. Mit szólsz? Nem tetszik. Ezt nem is hiszem el. 25 éven át megtartottad ezeket. Látod, fontosak. Nem tudtam elszakadni tőlük. Soha. Amikor elutaztam, magammal vittem. Amikor meg valamiért egyedül maradtam egy hotelszobában, elolvastam a leveleidet. Nem is tudom. Úgy éreztem, hogy így mindenhová magammal tudtalak vinni. Egészen meghatottam. Jól van. Már mennem kell. Jó. Elviszlek. Ne, ne. A testőröm lent vár rám. Mi a véleményed az új testőrödről? Na, értem. Thank you.
Aj, jaj, jaj. Mi az? Mi történt? Ki az? Nem, nem. Semmi sem történt. Semmi. Nem történt semmi. Semmi baj nincsen. Semmi baj, Gyugi, csak jó barátok vagyok. Nem tudtam, hol vagyok. Igen, ráadásul. Fogalmam sincs, hogy hol voltam is. És? És barátok vagyunk. Na de, ha Istenem. Nem jó. Nem tudok, majd feküdjünk vissza. Igen, terhes vagy. Aludjunk, ne törődjünk semmivel. Mi? Nem történt semmi. Igen? Mondom. Szabad? Persze. Jó, köszönöm. Barikádot építek. Fejezd már be, gyere. Így nem foglak zavarni. De fázom. Gondolom. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Ez meg micsoda? Én csak... Felhúztad a berlini falat? Vagy mi csak, ez? Te terhes vagy. Visszaaludni Juan Manuel. Hozz nekem kérlek egy pohár tejet. Annyira émeigek. Tejet kérsz? Igen, tejet. De nekem nincsen olyanom. Mi is az? Micsoda? Nincs olyan tejem, ami a tétek. Mi is a neve? Nincsen. Ja, akkor mit veszel? Én csak tejkirály tejet veszek. Na, nem érdekes, végül is egyre megy. Tényleg, akkor hozz nekem olyat, ugye kérlek. Ugye ilyen finom a paszkuli édeségei? Hm? Nem, nem, túl hízlalóak, igen, sajnos. De... Hozz már egy kis tejet. Jól van. Nem tudom, mit csináljunk, Victoria. Szerintem miért? Legalább mondjuk azt Foszkónak, hogy hepatitises vagy. De minek? Különben az őrületbe kerget téged. Megbomlik az agya, és akkor Juan aztán... Manuel. Nagyon jól tudod, hogy ezért nem fog megbomlani az agya. Lehet, de nem tudhatod. Csak is fáz miatt fog megőrülni egyszer. Nem. De. Bár ez fáj. Mi történt? Émeigek. Én is jelen akartam lenni. Vegyen fel egy testőrt. Senkit sem ismerek, Tango. Csak magát. Akkor, ha akarja, majd én intézkedem. Tessék. Ne, rosszul leszek tőle. Vidd el előlem, vidd, kérlek. Biztos? Igen, igen. Akkor egy kis teát. Teát, az jó. Teát és egy kis csoki süteményt, jó? Csoki sütit? Olyanom nincs. Sütit, sütit. Nincsen csoki sütém. Vegyek neked? Jaj, nem szükséges, nincsen. Hozok neked szívesen? Nem, nem, nem kell, nem szükséges, de ha a gyereknek barna bőre lesz, tudjuk, hogy a csoki utáni vágya miatt süti formájú arca lesz. Olyan gyönyörű ez a lakás, tudod? Nagyon jó, nagyon jó. Szépen berendeztem. Nem én csináltam, nem, nem. Betánia ízlését tükrözi. Betánia, van ízlése. Aztán jött az anyósom, és változtatott egy kicsit. Az anyósod. Az anyósom. Na, végül mégsem ment hozzá az apámhoz. Nem. Szerintem Páz elérte, amit akart, megakadályozta a házasságot. Hát igen, megértem őt. Páz kivételesen szerette anyámat. Igen? Igen, és ezért van az, hogy annyira védi őt még mindig, érted? Az igen. Emlékét. Hát igen. Persze nekem aztán igazán mindegy, az apám azt csinál, amit csak akar, azt veszel, akit akar, Alíciát, Ineszt, nem érdekel, egyre megy. Tényleg? Igen, nekem igen. Mindegy, egyre megy. Nem félsz, hogy kevesebbet örökölsz? Nem, ha 10%-ot örökölök, már az is több a soknál. Van fogalmad arról, mekkora vagyont hagyott maga után az anyám? Istenem, Istenem. Az anyám. Mi van vele? Egy különc volt. Igazi különc. Tényleg? Pár soha nem vallja be. Nem. Ő csak Bridget, miközben engem Európába küldtek. Nem nagy ügy. Ez azért van, mert a szülők sokszor hibát követnek el. Hát igen, igen, ez igaz, ez igaz. Hát igen. Nálunk a családban valójában mindenki különc, mégis én vagyok a fekete bárány. Nem beszélve persze Alejandro anyjáról. Ő nem halt meg? Nem, életben van. Még életben van? Fia? Igen. De soha se láttam. Ez nem, érdekes. Nem, nem, mert lenézték. Miért? Mindig is elítélték, mert ő egy bárban dolgozott táncos nőként. A kis könnyű éri. Nem mondom. Rémkínos, csúnya dolgokat micsoda? Mondtak róla. Á, értem. De ki tudja? A teljes igazságot senki sem tudja. Az emberek mindenfélét beszélnek. Rólam is állandóan plekkáltak, hiszen terhes lettem 15 évesen. Képzelheted, hogy mi lesz majd ezúttal, amikor megtudják, hogy újra terhes vagyok, és egyedülálló. És közben itt vagyunk az ágyban. A testőrrel. Hát igen. Hogy is van az a mondás, amikor azt mondják, hogy bármit csinálsz, az emberek akkor is elítélnek. Nem tudsz nekik megfelelni. Ez igaz. Ez tetszik.
Még egyet? Nem kérek, nem esik most jól. Főleg ebben a társadalmi osztályban fordul elő. Túl sok az előítélet. Igen. Akkor is sokat pletykáltak, amikor Alejandro apja meghalt. Há, az apja is meghalt? Nem, igen, ő halt meg, csak szóval ő. Szóval meghalt. Igen, igen. És miben halt igazából meg? nem nagyon kedvelem, nem kedvelem Alejandrót. De hát mit csináljak? Az ő élete sem könnyű. Telefon. Halló? Szia! És hol? Mikor? Rendben. Jól van. Szia! Jól van. Elmegyek, hogy beszélgethessenek. Szia. Köszönöm, hogy eljött, asszonyom. Viszlát. Köszönöm. Itt akartam menni. Egy dologra vágyom, hogy minden legyen rendben kettőnk között. Olyan nehéz ez nekem, anya. Szakítottam Agirrével, egyedül vagyok. Szükségem van rád. Nekem is rád, anya. Nélküled elvesznék. Anya. Kezdjünk mindent előről, kislányom. Ne sírj. Szia. Ines. Tudtam, hogy itt fogunk találkozni. Talán most, hogy nyugodtabbak vagyunk, beszélhetnénk, ne? Nincs mit mondanom magának. Maga az én számomra egy senki. Jaj, pász. Nincs köztünk kötelék. Nem vagyunk rokonok. Maga nem az az ember, akiben megbíztam. Maga nem az zongora tanárom. Ines. Kihasznált engem és a lányomat, csak hogy az apám közelében legyen. Anya. Igen? Nicholas és én együtt leszünk életünk végéig, úgyhogy hozzá kell szoknod, hogy találkozol vele. Ne. Ne kérd tőlem ilyet. Bármit megteszek, érted? Kivéve azt, hogy eláruljam az anyám emlékét. Nem. Nincs joga ahhoz, hogy elítéljen. Maga is egy nős férfi balett szerelmes, nem igaz? Victoria itt van? Nem, nincs itt. De jöjjön be egy pillanatra, jaj. Francesco Foscó, most, hogy szereplőválogatást tart a filmjéhez színésznők és énekesnők számára, hát most egy igazi tehetséges énekesnő áll ön előtt. A szuper, komolyan, örülök neki. Na, meséljen Victoriáról. Itt aludt, vagy kora reggel elment? Nem. Carlos! Mit csinálsz te itt? Azért jöttem, hogy elhívjam Rubit a válogatásra. Nem. Igazából azért jöttem, mert tudni akartam, hogy el tudsz-e jönni velem a válogatásra, hogy kiválasszuk a színészeket a szerelem ravjaihoz. Á. Eljössz? Rubi. Igen, asszonyom. Kérlek. Igen, bocsánat. Sajnálom, Carlos. De mit? Sajnálom, de most nem vagyok jó hangulatban. Az apám női úgy döntöttek, hogy kikészítenek, tudod, nem? Jaj, te tényleg rosszul vagy. Jól van, talán egy ölelés felvidít. Az mindig jól jön. Köszönöm. Hát ez már mindennek a teteje. Te ezzel a senkivel ölelkezel itt, és a húgod még Agirrével él együtt. Miről beszélsz? Megmagyaráznád nekem? A húgod szabadságát tölti az exed lakásában. Istenem! Én nem így neveltelek titeket! Hazudik! Attól tartok, hogy nem. Ez igaz.